Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Farkas János vagyok, Kazinyi Barckáról érkeztem. Játszottam Jászberénybe, Reasznál, Mezőkövesdő, Sopronból mentem, az ő Tatabánya, majd Siófokon NB1-be. Tavalyi szezonom volt eddig a legjobb, 30 gólt rúgtam, annyit sikerült elérni. Mellette tudtam menni, hála jó Istennek, 20 gólpaszt is. Úgyhogy remélem, itt folytatom tovább ezt a gólgyártást. Hát a megkeresés az e hét szerdán történt, amikor le is tudtam jönni ugye Ceglédre, ott megbeszéltünk mindent, így két nap gondolkozás után el is tudtam fogadni, meg is tudtunk egyezni, úgyhogy és szombaton alá is írtuk a dolgokat. Meg is kerekedtél már a kerettel, hogy látod, milyen lehetőségeink lesznek a következő szezonra nézve? Én ezzel is fogadtam el, mert ahogy figyeltem, utána olvastam a dolgoknak, elég jó játékosok lettek igazolva, meg szerintem célirányosan is igazoltak. Itt Ceglédnél szerintem, ahogy tavaly volt, szerintem most nem a kiesési fog menni a Cegléd, hanem szerintem egy stabil középcsapat lesz most.